Ebben a kísérletben a nátrium és a kálium reakció készségét fogom összehasonlítani vízzel való reakciójuk alapján. Mindkét fém az alkáli fémek közé tartozik, rendkívül kicsi elektronegativitással, standard elektrodpotenciállal rendelkeznek, ezért levegőn igen rövid idő alatt oxidálódnak. Ezért szükséges, hogy mindkét fémet petróleummal tároljuk. Kis keménységük miatt azonban késsel vágható, friss vágási felületükön ezüstfehér színük megfigyelhető. Kémiai reakciók vizsgálatához a felületi kéregrétektől megtisztítjuk a fémeket, és szűrőpapírral a rajtuk lévő petróleumot leitatjuk. Két üvegkádba félig vizet töltünk, és mindkettőhöz 4-5 csepp fenoftalin indikátort csepegtetünk. Ezután egymás után a vízre borsószem nagyságú kérgétől megtisztított fémeket teszünk. Az első üvegkádba nátrium darabkát dobunk. Az első pillanatban a fém gömbé olvad, a nátrium szaladgál a víz felszínén, lila csíkot húz maga után, végül eltűnik. A kísérletet azzal magyarázhatjuk, hogy a nátrium kis standard elektrodpotenciája miatt redukálja a vízben lévő hidrogént hidrogéngázzá, miközben nátrium hidroxiddá oxidálódik. A reakció exoterm, ezért a reakció hőtől a fém gömbé olvad. A fém sűrűsége kisebb, mint a vízé, ezért tartózkodik a víz felszínén. A fejlődött hidrogéngáz a nátriumot folyamatosan tovább löködi, ezért a fém szaladgál a víz felszínén. A reakció hő következtében a reakció hőt a víz felveszi, így a képződő hidrogén nem melegszik fel a gyulladás pontjára, ezért a hidrogén nem gyullad meg. A képződött nátrium hidroxidban a hidroxidionok okozzák a lúgos kémhatást, amelyet a fenoftalin indikátor lila szín megjelenésével jelzett. A másik üvegkádba kérgétől megtisztított kálium darabkát szórunk. A kálium a nátriumhoz hasonlóan reagál a vízzel. A reakció még hevesebb, ezért a fejlődő hidrogéngáz hamarosan lángra lobban. A kálium lángfestését is megfigyelhetjük, a fakó ibolya szín a káliumnak köszönhető. A reakció magyarázata, hogy a kálium standard elektrodpotenciája kisebb, mint a nátriumé, ezért nagyobb a redukáló képessége, a fejlődő reakció hőtől tehát a hidrogén lángra lobban. A reakció eredménye kálium-hidroxid, hidrogéngáz, a kálium-hidroxidnak köszönhetően látjuk a lúgos kémhatást. A nátrium alkohollal való kölcsönhatását is szeretnénk bizonyítani. Etil alkoholt öntünk a kémcsőbe. A nátrium a vízhez hasonlóan reagál az alkohollal is. A reakció azonban kevésbé heves. Az etil alkohol szobahőmérsékleten folyékony halmazállapotú színtelen, kellemes illatú anyag. A nátrium darabkát ismételten megtisztítás után a felületi petróleumtól leitatjuk, és a kémcsőben lévő etil alkoholhoz adjuk. Szépen látszik, hogy a reakció során hidrogéngáz fejlődik, az etil alkoholnál kisebb sűrűségű nátrium a felületén marad. A reakció kevésbé heves, mint az előbb tapasztalt víz és nátrium reakció. A fejlődő hidrogéngáz kimutatható.
ugyanis etil alkohol kölcsön hatásával nem csak hidrogéngáz képződik, hanem nátrium etilát is. A nátrium etilát bepárolható, és egy fehér sóként visszanyerhető a kincsőben. A bepárlás során, forráspont különbségen alapuló eljárás során az oldószert elpárologtatjuk, és a képződött nátrium etilát só visszanyerhető. Hogy az alkoholnak egy alacsony a forráspontja, 70 fok. A bepárlás sikereje, a képcsődben maradt fehér só, a nátrium etilát. A nátrium etilátot desztillált világhűkítva hidrolizáltatjuk. A hidrolízis során az etilátion a vízzel protolitikus reakcióba lép. A reakció terméke hidroxidion, ami fenoftál indikátorral kimutatható, és ennek színváltozását tudjuk követni.